Köszöntöm nézőinket, Önök a Telena magazint látják. Én Varga Szintia vagyok. Jó tanuló, jó sportoló. A kiemelkedő teljesítményeket díjazták Tolnán. Tátos született. Világpremiér tartottak a tolnai lovardában. Lovas felvonulás. Mözsről Tolnáig tartott a menet. Díjazták a legjobb tolnai tanulókat és sportolókat. Az elismeréseket Appelszoffer Ágnes, a település polgármestere adta át a Magházban. Átadták Tolnán a jó tanuló, jó sportoló díjakat. Az eseményen nyitásként a résztvevők megtekintették a 2023-as év legfontosabb, legérdekesebb tolnai vonatkozású sporteseményeiről készült képeket, videókat. A legeredményesebb sportoló elismerést az kapta, aki 2023-ban országos bajnoki címet, illetve Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon érmet szerzett. A kitüntetettek között volt kajakkenús, sakkozó, karatés, sárkányhajós és ritmikus gimnasztikában versenyző is. A jó tanuló, jó sportoló díjat pedig az a tolnai fiatal nyerhette el, aki mindkét területen kimagaslóan teljesített. Évtizedek óta elismerik a jó tanuló, jó sportolókat, ezeket korábban mindig az ünnepi testületi ülésen a többi kitüntető díjjal adtuk át, és akkor jött egy ötlet, hogy ne csak a jó tanuló, jó sportolókat is, vagy ezeket a diákokat ismerjük el, hanem azokat is, akik vagy diákok, de nem tanulnak annyira jól, vagy felnőttek, és már nincsenek tanulmányi eredményeik, hiszen vannak azért kimagaslóan jó sportteljesítmények itt a városban. És akkor gondoltunk arra, hogy egy ilyen délután szentelnék ennek, és akkor meghívnánk a hozzátartozókat is, osztályfőnököket is, edzőket is, hát is nyilván az ünnepelteket. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen remek eredmények születtek a városban, sporteredmények és tanulmányi eredmények is, és mi azon vagyunk, mint Tolnaváros önkormányzata, hogy amennyit mi hozzá tudunk tenni, ehhez azt tegyük hozzá, akár a sportegyesületek támogatásával, akár az infrastruktúrák javításával, hiszen a közeli és kicsit távolabbi jövőben elég sok sportfejlesztés lesz a városban. A polgármester elmondta, a településen futszálcsarnok fog épülni, és létrejön egy vizitóra bérlőpont a Dunaparton. A TOP Plus program keretében tervezik a városi nagycsarnok és sportcégház felújítását. És az anyagiakon és az infrastruktúrán túl nyilván szükség van a mai délutánra például, hogy megemlékezzünk és megünnepeljük azokat a személyeket, akik ezeket elérték. Én nagyon remélem, hogy a jövőben is legalább ennyi kiemelkedő sport teljesítmény lesz. Acsádi Petra, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 11. osztályos diákja, tanulmányi eredménye a 2022-23-as tanévben kitűnő volt, 9 tantárgyból kapott dicséretet. Jelenleg matematika és kémia fakultációt végez, és ezen a területen is szeretne tovább tanulni. Petra karatézik és focizik, már magyar válogatottságig is eljutott. A két sportban a harciasságot szereti a legjobban. Fociban most az NB1-es bajnokságban játszunk, és úgy gondolom, hogy ez nagyon magas szint, ugye. Karatéban hát van egy Európa-bajnoki bronzérmem. Szerintem mindig hatalmas érzés, hogyha fel tudom venni mondjuk a címeres mezt, vagy a magyar válogatottnak a színeit tudom képviselni, és engem ez nagyon nagy büszkeséggel tölt el, és mindig úgy megyek oda, hogy meg szeretném mutatni azt, amit tudok. Fociban szeretnék a felnőtt válogatottba bekerülni, ez egy nagyon nagy célom, és a karatét is szeretném még tovább csinálni, ameddig tudom. Kis Gréta Anett szintén a Tolnai Gimnáziumban tanul, sportolóként a nagypályás labdarúgásban és futszálban szerzett országos bajnoki érmeket. Elmondása szerint a versenyszintű sportolás mellett egyenlő mértékben oda kell figyelni a tanulmányokra is. A futszálban és nagypályán is voltunk már bajnokok, NB1-ben második, illetve a harmadik helyezés, Magyar Kupába is, ugye itt a Telena Kupát is megnyertük most idén, nagypályán szintén voltunk országos bajnokok. A futszál az egy sokkal technikásabb játék, sokkal gyorsabban kell dönteni. Én ezt hát jobban szeretem. A nagypálya kicsit lassú játék, viszont nagyobb kondi kell hozzá. Nyilván futszál az is kell a nagy kondi, de
Én azt szeretem a jobban, az gyorsabb, pörgősebb. Én úgy vagyok vele, hogy női sportolóként én ebből nem fog tudni megélni fociban legalábbis, nincs benne annyi pénz. És én nem is tenném rá föl az egészet, mert van egy adott idő, amíg el lehet menni, addig sportolok, utána már nem fogok tudni, ez mellett kell egy olyan szakma is, amit ez kiegészíti ezt az egészet. Az eseményen összesen 11 sportolót és tanulót díjaztak. Bemutatták a tolnai ifjúsági fúvózenekar tolmácsolásában a Táltost, amit a spanyol zeneszerző kimondottan a tolnai csapatnak írt. A nagy sikerű koncerten olyan különleges hangszer is helyet kapott, mint a táltosdob, vagy más néven sámándob. Zenei világpremier helyszíne volt a tolnai lovarda, ahol bemutatásra került egy régen várt mű. Termékenynek bizonyult a tolnai ifjúsági fúvózenekar és egy kortárs spanyol zeneszerző, Andrés Álvarez kapcsolata, amiből egy igazi táltos született. Nagyon örülök, hogy először kerül bemutatásra a zenei darabom Magyarországon, és nagyon izgatott vagyok, hogy élőben nézhetem végig az előadást Tolnán. A mű egyik különlegessége, hogy magyar szövegű ének is szerepelt a darabban, amiben Tari Gergő a magyar szöveg megtalálásában szintén közreműködött. Az izgalom az már igencsak nagy, ugye percek vannak hátra már csak a koncertig. A darabot körülbelül október elején, október közepe fele kaptuk meg a zeneszerzőtől, és hát ugye hétvégi próbáink vannak, főleg a nagy zenekarral, így hát körülbelül 6 vagy 7 próbánk volt erre, hogy ezt ma színpadra állítsuk. A zenekarvezető elmondta, hogy a három tételes mű első tétele a kiválasztott, a második a révület, a harmadik a rituálé címet viseli. Kettős feladatom van a mai este folyamán, ugyanis a szekszári fúvós zenekart én fogom vezényelni, és a tolnai ifjúsági fúvós zenekaron hát pedig már 2006 óta tag vagyok, úgyhogy pedig harson nem fogok játszani. Tulajdonképpen egy elég rutinos csapatról beszélhetünk, úgyhogy azt mondhatom, hogy viszonylag könnyen ment a betanulása. Szokatlan ugye ritmusok vannak benne, ütemmutató, azt ugye meg kellett szokjuk, de úgy gondolom, hogy azért gyorsan sikerült ezt magunkévá tenni. A mágikus mű fontos része volt az úgynevezett táltos dob. Alapvetően azt tapasztaltuk ki, hogy olyan jó fél óra kell neki, mire bemelegszik teljesen, és akkor szól a legszebben a hangszer. A világpremiért hatalmas siker övezte, amit a közönség vastapssal ünnepelt, és a helyszínen maga a spanyol zeneszerző is elégedettségét fejezte ki, és a további együttműködésben bízik a tolnai zenészekkel. Most rövid reklám következik, de kérem addig is tartsanak velünk. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást.
Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium a 2024-2025-ös tanévben is várja leendő diákjait. A továbbtanulás előtt állóknak 4 és 6 év folyamos képzést, emelt óraszámú angol vagy német nyelvoktatást kínálunk. Korszerű környezet, felkészült pedagógusok, családias légkör, remek közösség. Legyél te is részese! A vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horganyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varrat nélküli csövek, bordás betonacélok, HD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatása gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasáru, akkor Baja és Fia vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74 körzet 443-215. Már is folytatjuk Telen a című műsorunkat. A Tolna Mözsi Lovas Egyesület első alkalommal rendezett felvonulást Tolnán. A Mikulás ruhákba öltözött résztvevők a Mözsi pályáról egészen a tolnai lovardáig meneteltek. Felvonulás megrendezéséről az Egyesület évadzáró közgyűlésén döntöttek novemberben. Céljuk volt, hogy a lovasnapok az ügyesség és fogadhajtó versenyek mellett egy újfajta program is megjelenjen a szervezet életében. Az eseményen részt vettek az Egyesület versenyzői, fogadhajtói, díj és ügyességi lovosai. Közel 70-en vagyunk tagok, ő belőlük aktív sportoló, mindenféle szakágat összevetve körülbelül egy 15-20 fő. Igen szép létszámmal lettek új tagjaink is az idén, a többféle szakág változás miatt, tehát a fogadhajtó szakág mellett léptek be díjlovas és több kategória versenyzői is. Az Egyesületünk 2002-ben alakult, tehát már 21. éve működünk, az én vezetésemmel most már a 10. éve lesz itt a Lovas Egyesületben. Folyamatosan rendezünk fogadhajtó versenyeket, ügyességi versenyeket, amint már említettük. Az idén is volt 5 rendezvény a Mözsi lovaspályán, és a jövő évben is tervezzük a 2x2 napos versenynek a megrendezését, illetve a jövő év őszén egy igen rangos versenynek a rendezését nyertük meg, ami szeptember végén, október elején kerül majd megrendezésre. Ez 3 kategóriának az OB döntője. A rendezvényre több környékbeli településről, például Tengelicről is érkeztek résztvevők. Sokak számára a lovaglás, a lovas kultúra ápolása már régi családi hagyomány. Mi itt vagyunk, illetve a kislányom itt versenyző, Tolnamözsi Lovas Egyesületnél, és mi Tengelicről érkeztünk 3 lóval, és mint egy csapat így részt veszünk a versenyen, vagy a felvonuláson illetve. Én személy szerint 1992 óta az iskolába, a kislányom a születése óta gyakorlatilag, a
a barátom, ő is ugyanúgy mondhatom, hogy születése óta, a másik kisfiú, aki velünk jött, tehát gyakorlatilag ő is születése óta családba abszolút lovasok. Sárga színű az összes, kisbéri és gidrán keverékek. Ő itt egy csődör a szívecskével, ő egy herélt, és ő is egy herélt ló. A felvonulást a decemberi ünnepekkel is egybekötötték. A lovak és gazdáik Mikulás jelmezekbe öltöztek. A télapó Hőgyészről érkezett. Az Egyesület fontosnak tartja a hazánkhoz kötődő lovas tradíciók megőrzését. Igazából a magyar az egy lovas nép már nagyon régóta, és ennek a hagyományát szerintem folyamatosan ápolni nagyon szép dolog, meg ugye a gyerekeknek is ez egy nagyszerű sport, és ilyen tekintetben szerintem ez egy jó dolog. Azt látom, hogy nagyon sok női lovas van, tehát lányok főleg, de azért most már látok fiúkat is, hála Istennek. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan részt szoktak venni ezen az ügyességi versenyeken, amiket szervezünk. Most is ilyen 150 induló volt, augusztusban 200, itt helyben, úgymond, hát a különböző helyiségekből, és szerintem ennek nagy hagyománya is lesz, meg nagyon szeretik is, ez egy nagyon jó sport, mert ugye fegyelmet tanít, ugyanakkor hát sok minden másra ugye megtanítja a gyermeket. A menet rendőri kíséret mellett indult el a mezsilovas pályáról. A megállókon az érdeklődők közelebbről is megtekintették a patásokat, a gyerekeknek pedig szaloncukrot osztottak. Az Egyesület célja a hagyományteremtés, így a következő években is szeretnének hasonló felvonulást rendezni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!